Vámos Pércsen vagyunk Szabó Zsolt országgyűlési képviselő és államtitkárnak a lakossági fórumán nagygyűlésén. Ide az ajtóra az van írva, hogy politikai nagygyűlés, ellenben, hogyha bemegyünk, akkor két úri ember enged be bennünket. Azért, mert fényképező és mikrofon. De ez a lakossági fórum. Nem, ez egy támogatói fórum. Igen? Igen. És önök támogatók? Hát akkor csak bejönnek, nem? De miért? Azért, mert nincsen engedélyt forgatni, fotózni, riportot készíteni. Lehet engedélyt kérni, 24.hu-nak a munkatársai vagyunk, kitől kérhetünk engedélyt? Hát ezt nem tudom, ezt tőlem nem biztos. Jó, aki akkor kitől tudunk engedélyt kérni? Hát szerintem most már senki. Egyébként önök kicsodák? Emberek vagyunk. Értem, de hát önök is megkérdezték. Vagyunk, na hát akkor bemehetünk szerintem. De hát akkor önnek nincsen joga megtiltani nekünk, hogy nem jöhetünk be, hogyha önök csak emberek. Akkor be is jönnék. Köszönjük szépen. De miért nem jöhetek be? Nem. De akkor megmondják, hogy önök kicsodák? De miért mondjam meg? Kinek? De hát uram, nem enged be egy... Nem, de ez egy művelődési ház. És ez egy politikai rendezvény. Ez egy politikai rendezvény, miért nem jöhetünk be? Erre nem tudok választani. Akkor ki tud erre a kérdésre választ adni? Ki tud erre a kérdésre választ adni, mert akkor vele szeretnénk beszélni. Kint meg kell várni. De én nem szeretném kint megvárni, be szeretnék menni, illetve meg szeretném tudni, hogy önök kicsodák, és miért nem engednek be. De ne haraguljanak, ez egy közintézmény. Miért nem jöhetek be egy közintézménybe? Azért, mert egy rendezvény van benne is azért. Értem, egy politikai rendezvény, én pedig egy újságíró vagyok. Miért nem jöhetek be egy közintézmény? Az van kírva, hogy nagygyűlés. Nem így viselkedik, mint ön. Ez egy közintézmény, ez egy politikai rendezvény. Én nem szeretnék senkit sem provokálni, hát, be szeretnék menni egy kamerával. Látom.